kockát kapnánk, melyek célszerű alkalmazásának képessége adja a legeredményesebb védekezést. Mit is lehet kezdeni ezzel az óriási ezer elemből álló meglévő kapacitással? Ha nincs terv, nincs prognózis, majdnem semmit. Kit riasztunk, kit ne? Milyen az ütemezés, milyen a tartalékképzés, milyen anyag, mennyi élelmiszer, mennyi szállás, mennyi felszerelés szükséges? Csak néhány konkrét helyzet az érthetőség kedvéért. Külterületi milliárdos értékű állattartó telepen megszakad az áramszolgáltatás. Ki biztosítja ideglenesen az elektromos ellátást és mivel? A havas úton biztos, hogy a kamion bicskázik be először percek alatt több méteres hótollaszt okozva. Ki húzza ki és milyen erővel? Fel kell robbantani a kialakult jégdugót jeges árnál. Ki teszi mivel, hol a szükséges felszerelés? Ég az erdő. Ki és mivel készíti a tűzmentes sávot a tűz tovább terjedésének megakadályozására, és sorolhattam a végtelenségig. Csak érzékeltetni akartam hazánk katasztrófa térképének nélkülözhetetlen és sürgető elkészítését. Természetesen nem arról van szó, hogy minden helyzetre külön szervezetet kellene létrehozni. A képesség ezrei legyenek ott a fiókokban, az adott helyzetben azt a fiókot választja a vezetés, amelyikre szüksége van. Azt jól kell érteni, hogy mindenre van célszerű megoldás, objektív lehetőség, csak a pillanatnyi ötletek helyett a tervezett készenlétben lévő erőket kell mozgatnunk. Már többször említettem a két oldal, a segítők és a mentettek közötti összhangot teremtő vezetést. Ezt a rendkívül fontos elemet szintén gyakran szétzilálja, gyengíti a segíteni akarás. Mindenki az országos szervektől a helyi földmunkagép kezelőig segíteni, saját kútfő szerint vezetni akar. Miskolcon árvízvédekezés vezetését legalább 150 fő képezte. Kolontáron a második napon 70-80 fős vezetős táb létezett. Ennyi ember még beszélgetni sem tud, a vezetésben pedig egymást akadályozzák. Ezért rendkívül fontos, hogy az országos legmagasabb szintű vezetés törvényekkel, szabályokkal, mozgósítási rendszerekkel, kirendelésekkel, tartalékképzéssel biztosítsa a mentés szükségleteit. Az operatív vezetés, ha úgy tetszik, adott körülmények között élet-halál ura. A helyszínen szerzett információk alapján hozza meg döntéseit, fogalmazza meg igényeit az országos vezetés felé. Még önmaga személyi összetételén, kiegészítésén is szükség szerint változtat. Árvíz esetén természetes, hogy a vízügyi szakember kiemelt szerepet kap. A téli hóakadályoknál a közlekedés megfelelő szintű vezetőjé ugyanez a szerep. A meghatározó vezetési csoport létszáma nem lehet több 10-20 főnél. Minden információ, a mentettek szükséglete, a segítők kapacitása és szükséglete csak rajtuk keresztül valósulhat meg. Ugyanakkor a részterületek vezetőinek szakmai kompetenciáját a legnagyobb szabadságfokkal biztosítani kell. Ha például a rendfenntartás elvi követelményeit az operatív vezetés meghatározta, ennek mikéntjét már a felelős rendőr fogja eldönteni. Ha eszközrendszere kevés, igényeit az operatív vezetésen keresztül terjeszti fel. Így ki van zárva, hogy nincs meg a pihenési, étkezési feltételük, hiányos a felszerelésük. A vezetés kapcsán rendkívül fontos a zárt, a lehető legkisebbre csökkentett információs háló. Ez a rendszer nem zárja ki más kapcsolatok létét, de biztosítja a meghatározó intézkedések célbejuttatását, egyben kiszűri a felesleges, zavaró adatok bejutását a rendszerbe. Végül felmerül a kérdés, ki, illetve kik legyenek e bonyolult nagy rendszer kidolgozói, összefogói, adott esetben irányítói. Jelen információk, sajnálatos tapasztalatok alapján majd mindenki a katasztrófa elhárításra voksolna. Tevékenységük, béke szervezeteik munkája nélkülözhetetlen, eredményeik, teljesítményük csak főhajtást érdemel. Mindezek mellett a katasztrófa elhárítás teljes skálája egyértelműen védelmi tevékenység. Nem csak törvényi kötelezettsége miatt, hanem a meglévő képességei miatt is kisebb szervezeti módosítással az országot átfogó tervezésre és vezetésre csak a hadsereg képes. Nincs arról szó, hogy egy közúti baleset vagy egy tűz esetén álljon fel a honvédelmi operatív vezetés, de amikor már több tárcát érintő veszélyhelyzetről, esetleg korlátozott,
kiterjedésű rendkívüli állapotról van szó, igenis álljon fel egy sziklaszilárd, szükséges szakemberekkel megerősített honvédelmi vezetés. Katasztrófák sajnos mindig lesznek, meggátolni nem tudjuk. De ha legjobb tudásunk szerint készülünk rá, hatásaikat jelentősen csökkenthetjük. Természetükből adódóan nem igazodnak választási ciklushoz, nem kampányszerűen következnek be, nem vesznek figyelembe mesterségesen kitalált gazdaságirányítási rendszereket. A természet megfellebbezhetetlen törvényei vezérlik őket. Tulajdonságaik, hatásaik kellő ismeretében jól felkészült, gyorsan aktivizálható, pontosan tervezett, szilárdan vezetett, folyamatosan szinten tartott csoportokkal, szervezetekkel védekezhetünk hatékonyan ellenük. E felvázolt rendszer teremtheti meg, véleményünk szerint, mind a mentettek, mind a segítők hitét és bizalmát, ami a védekezés erkölcsi alapját képezi. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Megkérdezem a tisztelt képviselőtársakat, kíván-e még valaki felszólalni? Igen, szót kér Göndör István, az MSZ képviselője. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, miniszter úr, képviselőtársaim. Hasonlóan Korondi képviselő úrhoz a gyakorlati oldalról, amit én magam a környezetemben megéltem, és azzal próbálom ezt a törvényjavaslatot összhangba hozni. Elsőként azt hadd mondjam pozitív eredménynek, és az eddig elénk kerülő törvényjavaslatokkal szemben tényleg hangsúlyozandó, hogy ezen a szerkesztésen látszik az igényes munka. Tehát maga az, hogy egy fogalomrendszert meghatároz az elején, az, amit nagyon szembetűnő ellentmondás, például az állami számvevőszékről szóló törvénynél, ahol hasonló más jellegű, de szigorú szabályok és normatívák vannak, ott ez nem történt meg. Itt igazán hozzátenni sem tudnék mit, ez a fogalomrendszer, tehát számomra ez rendkívül szimpatikus. Az, hogy az állampolgári kötelezettséget rögzíti, és amiről én szeretnék beszélni egyrészt, tehát csak részeket ragadok ki, mert amiről más képviselők beszéltek, nem ismételném meg. A tájékoztatás. Államtitkár úr, éltem során, amit megéltem és tapasztaltam, tehát nem is nevezném még katasztrófa turizmusnak, hanem a sajtó túlontúl nagy kíváncsiságát, vagy az egyéb érdeklődők, és ebbe a politikusokat is beleértem, hogy én beletenném, nem tudom a helyét, ezért nem tettem módosító javaslatot se, de talán a következő szakaszokban egy bizottsági módosítással, ha erre érdemesnek tartja a kormányzat is, érdemes lenne ezzel foglalkozni. Egyrészt az indokom. Amikor nagy katasztrófa van, akkor a okvetetlenkedő média szakemberek csak gondot okoznak. Az ő védelmüket külön meg kell szervezni, szóval én gázkitörési dolognál el tudják képzelni, hogy azok a olajfúró toronynál dolgozó emberek, akiket fölismerni nem lehet, vagy azért, mert olyan sárosak, vagy mert védőruhában vannak, aki megjelenik magas sarkú cipőbe és szoknyába. Szóval én azt tapasztaltam, hogy a MOL rendszerében ott például belső szabályzattal építették ki, hogy a sajtó számára berendeznek egy külön szobát, de ennek nincs törvényi ereje, tehát lehet azt mondani, hogy ők a nyilvánosságot tájékoztatják. Én azt gondolom, hogy van erősebb szempont, és itt a védekezés, és a védekezésben résztvevőknek a szempontja. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem a médiatörvényben, hanem itt kellene úgy, hogy igazán nem sértjük meg, mert joguk van hozzá. Tehát kötelezzük a szervezetet arra, hogy ezt tegyék meg. Erre jó a kolontári példa, ahol Bakondi úron keresztül ezt megtették meg a polgármester urak. De az, hogy az adott helyre való bejutás
tényleg gondot okoz. Ugyanezt megerősítem egy árvízi dolognál is. Tehát amikor árvíz van, és mindenki az utolsó erejével dolgozik, és ott a kíváncsiskodó megjelenik, pár pillanat elég ahhoz, hogy megálljanak, a munkát nem folytatják, vagy csak át tud rajt menni, hogy Jézusom, de fáradt vagyok, vagy a homokzsák már teljesen tönkretette a körömágyat, és megáll, akkor sok embernek a munkája veszik el. Tehát ezt a két érvet tenném hozzá a tájékoztatási kérdésnek a rendszeréhez. A másik, maga a védelmi rendszernek a párhuzamosság és aláfölé rendeltsége. Nem illetném kritikával, inkább a kérdésem van. Én nem érzem, vagy nem találtam a jogszabályban megfelelő megoldást arra, hogy az ágazati katasztrófa védelmi rendszer és a védelmi bizottság viszonya elég határozottan rögzítésre kerülne. Megint csak a személyes tapasztalat, hogy ilyenkor, ha valahol katasztrófa van, mindegy, hogy természeti vagy ipari, fontos, hogy ki az, aki elsőre észlel és az első intézkedéseket megteszi, mert ennek nagyon nagy szerepe van abban, hogy kitörhet a pánik vagy se. Van a környezetemben olyan fiatal 30 éves polgármester, aki nagy árvíz idején olyan határozottan intézkedik, hogy azt hiszem, hogy egy hivatásos szakember is példát vehetne róla, de tudok olyanról, aki úgy, ahogy azt hiszem, talán Volner képviselő úr említette, hogy elsőként menekülne el a településről, mert ő esik először pánikba. Na most, de őt megválasztották. Tehát, és ennyiben vitatkozom Volner képviselő úrral, hogy azért a szocialista kormány a korábbi időszakokban elég sok kezdeményezést tett annak érdekében, hogy a polgármesterek, akik ennek a helyi védekezésnek a legfőbb felelősei, megfelelő képzésen essenek keresztül, hogy lehetőleg kezelni tudják ezeket a helyzeteket. Tehát még egyszer azt kérem, hogy ezt nézzék át és gondolják végig, hogy az ágazati katasztrófa védelem, aki nyilván legelőször helyben tüsténkedik, és mikor lép be a védelmi bizottság, és attól kezdve a védelmi bizottság, vagy a hivatásos katasztrófa védelem veszi át az irányítást. Tehát ennek a hierarchiáját én úgy érzem, hogy pontosabban meg kellene fogalmazni. A polgári védelmi szolgálattal kapcsolatban a törvény rendelkezik arról, ha magánember részt vesz ilyen tevékenységben, hogy a munkáltatóját is kártérítés illeti. Vagy bocsánat, a készenléti díjat azt neki kell megfizetni, de ezt később megkaphatja igazolt költség címén. Ennek a rendszerét tudom, hogy a pénz mindig a legkevesebb, de ahhoz, hogy a munkáltatóknak a jó szándékát bírjuk, szóval az, hogy a munkavállaló kiesik a rendszerből, esetleg pótolni kell, az a legegyszerűbb, ha valakit be tudnak hívni a helyére. De ha nem, akkor ott termeléskiesés van, tehát ott egyéb károk is vannak. Azt gondolom, hogy legalább egyetlen paragrafussal erre is kellene utalni minden körülmények között. Amit Pál Tibor képviselőtársam elmondott az állami tűzoltóság kapcsán, abban igaza van Tálai államtitkár úrnak, hogy térítésmentes vagyonátadás történt. Tehát nincs ebben köztünk vita. De azt meg hiszem, hogy ön is tudja, sőt, polgármesteri múltjából személyes tapasztalata lehet, hogy az állami fejlesztések mellett milyen nagy szerepe volt az önkormányzatoknak, helyi civil szervezeteknek, magánembereknek abban, hogy a tűzoltóságok fejlesztését finanszírozni tudják. Tehát ha csak a pályázati önrészekre és egyebekre gondolok, tehát ilyen szempontból
vetődik fel ez a kérdés felén képviselők felé, a polgármesterek részéről nagyon határozottan, hogy egyfajta valamilyen kártérítést kaphassanak a befektetett vagy a befektetéseik ellenében. Én azt kérem, hogy ezt azért fontolják meg még egyszer. Nagyon egyszerűnek érzem a kérdésnek azt az elintézési módját, hogy amikor megkapták és ingyen kapták, ők akkor egy feladatot kaptak, és a feladathoz kapták azokat az eszközöket. Most pedig ők, mondjuk azt, hogy talán egy kicsit jobb állapotba adják vissza, ez valójában nem baj. Az a kérdés bennem is megvan, és ezt ugyancsak így tőmondatban mondom, hogy egyelőre nem érezni azt, hogy az, hogy itt megváltozik az önkormányzati és állami, hogy itt milyen minőségi változás lesz. És szeretnék egy másik kérdést ide kapcsolni, amit szintén önkormányzati ismeretekből mondom, hogy az önkormányzatok például még a rendőrkapitányok kinevezésében is szeretnének nagyobb jogkört a jelenleg hatályos törvénybeni megfogalmazásnál. Hiszem, hogy ezzel önök is találkoztak. Na most ugyanez a helyzet áll elő, hogy azért a katasztrófa védelemben van egyfajta bizalmi rendszer is, tehát itt is ezért kérem a megértést, hogy miért van, hogy az önkormányzatok meglehetősen ragaszkodnak az önkormányzati tűzoltósághoz. Együtt éltük meg azt, amikor a rendszer megváltozott és önkormányzati lett, akkor volt egyfajta félelem, voltak működési problémák, amelyek úgy érzem, hogy mára elhárultak, és ez a gépezet tökéletesen működik a hivatásos és az önkéntes szervezetek között is. A következő ilyen a lakossági riasztó rendszer. Itt is azt kérném, hogy fontolják meg, hogy a szolgalmi jog kártalanítás kérdését esetleg egy kicsit részletesebben kellene szabályozni. Megint csak abból a szempontból, hogy az az állampolgár, aki végső soron tűrni köteles ezt a védelmi tevékenységet, ne teljesen rossz szájízzel tegye azt, amit tesz. A végére hagytam, és egyszerűen a megoldást sem tudom, tehát itt őszintén elmondom, hogy nem tudom a megoldást, de szeretném, ha ebben egyetértenének, és mire a törvényjavaslatot elfogadjuk, akkor erre valamilyen megoldás lenne. A törvényjavaslat nagyon sokat beszél arról, hogy megelőzés, a felkészülés és a katasztrófa utáni helyzetnek a kezelése. Én itt szeretnék egy olyan dolgot behozni, és lehet, hogy nem ebben a törvényben, hanem máshol kell szabályozni, de akkor, amikor egy közösség, és hogy szemléletes legyen a példa, konkrétat mondok. Egy település, akit rendszeresen árvíz sújt a rendkívüli csapadék miatt, elhelyezkedés fekvés miatt. A közösség szolidaritást vállal a völgyben lakókkal, hogy például a szennyvíz vezeték kiépítéséhez benyúl a zsebébe és vállalja a hálózat kiépítését, és ezt a pályázati rendszerben nincs olyan eszköz, hogy lehetne azt mondani, hogy igen, ez egy kicsit fontosabb, mint más területen, még akkor is, ha nem illik bele azon törvényi keretekbe, hogy mondjuk agglomeráció, meg 2000 lakos egyenérték. Szóval a megértésük. Gondolják végig, amikor van egy ilyen árvíz, és mondjuk egy év alatt nem egyszer, hanem kétszer-háromszor, az, hogy a víz elvonul, ahhoz kapnak állami segítséget, hogy a csatorna rendszert kiépítsék, hogy a patakok medrét mélyítsék, de ahhoz nem, hogy ez a víz a szennyvizet magával viszi, és úszik a templom, a játszótér, a faluház. És ezt nem lehet úgy fertőtleníteni. Annyiszor,
hogy ez megfelelő legyen. Sokkal egyszerűbb lenne, tehát az, amiről beszélt Volner képviselő úr, hogy költséghatékonyság, ez egy nagyon tág értelemben, de azt gondolom, hogy megéri. Mert az, hogy ezt megoldjuk, meg megoldjuk a vízelvezetést, nagy esély van arra, hogy később a kármentésre, a kár elhárításra valamivel kevesebbet kelljen fordítani. Tehát kérem államtitkár úr, hogy ezt gondolják végig, és ha támogatható, akkor a különböző fejlesztési források odaítélésénél is ennek a kapcsolatrendszerét véleményem szerint ki kellene építeni. Köszönöm szépen a figyelmet, elnök úr! Megadom a szót Józsa Istvánnak, az MSZP képviselőinek 2 perces időkeretben. Köszönöm a szót, elnök úr. Göndör István képviselőtársam már hagyott 1 percet a saját hozzászólásából. Én egy nagyon fontos politikai aspektusra szeretném fölhívni a kormányoldali képviselőtársaim figyelmét a katasztrófavédelem összefüggésben, és ez pedig a emberi tényező. Hogyha vizsgáljuk a bekövetkezett katasztrófákat, szinte kivétel nélkül szerepet kap benne az emberi tényező, nem kell visszább menni, mint az elmúlt hetek rendkívül tragikus közúti balesetei, amikor volt olyan eset is, amikor veszélyes anyagot szállító jármű sofőrje aludt el, de számos példa utal arra, hogy amikor önök a jogbiztonságot, a munkások, a dolgozók jogbiztonságát aláássák, amikor megszüntetik a társadalmi érdekegyeztetés fórumait, akkor olyan frusztrációt visznek be a munkavilágába, ami törvényszerűen kifoghatni a biztonságra. Tehát itt nem katasztrófa védelemről lenne szó, mert a magyar kifejezés is helytelen, nem a katasztrófát védjük, hanem a katasztrófa ellen védjük a lakosságot, és az lenne a törvénynek a szerepe, hogy megelőzze, elejét vegye a katasztrófáknak. Tehát ebben nem csak a képzésre, nevelésre, szervezési intézkedésekre kell gondolni, hanem arra a vadkapitalizmusra is, amit önök most ki akarnak építeni, amiben keretében el akarják venni a munkásoknak a jogait, el akarják venni a nyugdíjasoknak a megszerzett jogait, és ezzel olyan hangulatot teremtenek a munka világába, amivel akármilyen jó katasztrófavédelmi törvényt alkotnak, kockázatot jelentenek, és én óvnám önöket, hogy ezt az utat járják, próbálják megteremteni a munkabékét Magyarországon. Köszönöm. Rendes felszólásra következik Babák Mihály, a Fidesz képviselő. Öné a szó. Én tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Hát nem tudom szó nélkül hagyni, kérem bocsássanak meg, de az imént elhangzott szavakat, hisz úgy tudom, hogy a Józsa képviselőtársamnak mindenre ugyanaz jut eszébe, és igyekszik a kormányt lejárni, szekálni. Hát ez a dolga, csak én úgy gondolom, hogy hiteltelen ebben a kérdésben, és elmondom miért. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, én úgy gondolom, hogy a katasztrófavédelem az biztonságot jelent. A magyar állampolgárnak sajátja és tulajdonsága az, hogy szereti a biztonságot, a rendet maga körül. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, az elmúlt 20 évben a tűzoltóság és a katasztrófavédelem kérdésköre sok-sok változáson, jó szándékú változáson ment keresztül, de eredménye az volt, hogy az elmúlt 20 évben generálisan ez a kérdés nem volt átgondolva. Mégpedig a biztonság egy olyan tétel és olyan tényező az életünkben, amit szeretünk, hogyha rendben van, pontosak a felelősségi viszonyok, pontosak a tulajdoni viszonyok és az irányítási viszonyok is teljesen rendezettek. Én úgy gondolom, hogy dicséretes a kormány részéről, hogy ezt a kérdéskört átgondolta és rendet kíván tenni. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, az elmúlt 8 évben ebben a kérdésben semmi lényeges nem történt. Úgyhogy ezért hiteltelen, kedves József képviselőtársam, mert katasztrófák viszont voltak, és még mindig önök után voltak katasztrófák ebben az országban, tudják azért, mert sok dologban a katasztrófa védelem a megelőzésről szól, és a védekezésről. Na most a megelőzés az egy tudatos emberi folyamat, amikor védőveket kellett volna építeni, amikor beruházásokat kellett volna eszközölni. Kérem, önök ezt mind elhanyagolták. Úgy az a kár, amely terheli az állami költségvetést, mondjuk az árvízi, belvízi katasztrófák kérdéskörében is, az sajnos az elmúlt 8 év regnáló kormányzásának a
listájához írható, mint a sok egyéb más rendetlenség is ebben az országban. Tehát úgy telt el a 8 év, hogy nem lett ez a tevékenység kör átgondolva, már pedig tudják, minden emberi tevékenységet irányítani kell, pontosan kell tudni, hogy ki a főnök, ki az, akinek jogosítványai vannak, jogosultságai vannak, a felelősség kérdését is pontosan rögzíteni kell. Én úgy gondolom, hogy az általános biztonság kérdése az mindenkor állami feladat. És az államnak itt jelentős közfeladatot kell látnia az állampolgárok érdekében. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, gondolj csak vissza, hogy mik történtek az elmúlt 8 évben. Mondjuk menjünk vissza egészen 1998-ig. Hát mekkora árvizek voltak. És előtte a szociális liberális kormányzás nem gondosult a védművekről. Terveket olyan hangoztattak, pufogtak, nem történt semmi sem. Eltelt a 8 év, és akkor jöttek az árvizek, a belvizek és az ipari katasztrófák. Ez mind annak tudható be, hogy nem volt állami gondoskodás azokban a generális kérdésekben, amelynek az állam oldalról és a parlament oldalról fontos törvényhozási, intézkedési, rendelkezési, tervezési kötelezettségei vannak. Hölgyeim és uraim, mindaz, ami történt az országban, az az elhanyagolt állapotok miatt következett be, és ez tovább nem tartható, hisz többet költünk sajnos alkalmasint a rehabilitálásra, a károk felszámolására, mint a megelőzésére. Márpedig az okos ember, ha tudja, akkor megelőzi a bajt. Gátat épít, víztározót, belvíz csatornákat épít, és sok egyéb más dolgot tudatosan megszervez. Kérem, ez az elmúlt 20 évben azért igazából, és nem kifejten a szocialista liberális kormányra koncentrálva a dolgot, azért sok tekintetben tizedrangú kérdés volt. De a szocialistáknál pedig teljesen. Úgy gondolták, majd a jó Isten megoldja ezt a kérdést, aztán, hogy a páran belefulladnak és tönkre mennek, az pedig kit érdekel. Én tisztelt hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy ma a parlamentnek ezt a kérdéskört, a katasztrófa védelmet nagyon felelősen át kell gondolnia, jól meg kell szerveznie, pontosítani kell minden szabályt, és helyre kell tenni mindent. Mert az élet az már csak olyan, hogy mindennek egy helyet, és mindent a maga helyére. Ez általános szabály általában. És azt azért el kell mondani ebben a kérdésben, hogy rendetlenség van. Óriási rendetlenség, milyen tisztelt hölgyeim és uraim, nem igazán palírozottak az önkormányzatok feladatai, a polgármesterek feladatai, a katasztrófavédelmi szervezet feladatai, párhuzamoságok tömkelege, és ugyanakkor a megyék szerepe és egyáltalán a katasztrófa irányítás sem történt meg. Én nagyon bízom abban, hogy a katasztrófavédelem dolgozói vélemény nyilvánítottak e törvényjavaslat kapcsán, és elmondták, hogy ezt szeretnék, és ebben látják Magyarország biztonságát. Hogyha egy új törvényt alkotunk, egy jól átgondolt törvényt alkotunk, és rendet teremtünk a katasztrófa védelemben. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, hogyha példát kívánnak hallgatni arról, hogy milyen rendetlenség volt ezekben az ügyekben. Magyarországon a tűzoltóság például nagyon fontos biztonságot nyújtó szervezet. Ki fejleszti? Nem az állam. Részben az állam, de az önkormányzatoknak be kell szállniuk. Ugyanakkor térségi központok térségi ellátást és biztonságot nyújtanak, de a térségből nem szállnak be ezekbe a fejlesztésekbe. Csak a térség központ települése. Márpedig bizonyos gépjárműek vásárlása hatalmas költségekkel jár, és tisztességes önerőt kell ebbe applikálni. Hadd mondjam el saját példámat, nincs megfelelő tűzoltó laktanya, vásároltunk ingatlan, terveztük, pályáztunk, megszereztük hozzá a szükséges forrást. De 20% önerő kell hozzá, hölgyek urak. 100 millió forint. Ezt helyben akár egy járda útépítéstől kell elvonni azért, hogy a térség biztonságát a körzet központ település próbálja rendezni. Mi volt a túlórákkal? Emlékezzetek vissza, 98-ban a polgári kormánynak kellett kifizetni azokat a bérköltségeket, amelyet korábban 4 éven keresztül a szocialista liberális kormány nem fizetett ki. Emlékeznek rá? Most megint milyen állapot állt elő? Most ki kell fizetni 2004-től 11-ig az elmaradt túlórákat. Sok 100 milliárd forint összegről van szó. És akkor mutogatnak az önkormányzatokra. Kit pereltek be a tűzoltók? A munkáltatójukat. Ki a munkáltatója? A helyi tűzoltó parancsnok. És akkor a bíróság megítéli, és fizessen az önkormányzat, mert ő a munkáltatója a parancsnoknak. Hölgyek, urak, ez így nincsen rendjén. Nincsen rendjén, ezt a szocialistáktól örököltük, és ez egy borzasztó állapot, rendet kell ebben a kérdésben tenni. Persze az átalakításhoz pénzre is van szükség, és nagyon megfontolt döntésekre, nagyon megfontolt törvényre és törvényjavaslatra. Én nem állítom azt, hogy ez a törvényjavaslat tökéletes.
De nekünk a dolgunk itt a parlamentben, hogy jó törvényt alkassunk, átláthatót és a jövő mutató dolgot. Szeretném elmondani azt is, hogy az állam szerepét ebben kihangsúlyozva nem lehet mellőzni a települések felelősségét és közreműködését, és nem lehet a civil szféra az emberek támogatását mellőzni. Nagyon fontos dolog az, de axioma, hogy az államnak kell magára válni a vezetőszerepet ebben a kérdésben, és neki kell a felelősséget és az összekapcsolódási pontokat megalkotnia. De nem mellőzheti a civil szféra támogatását, segítségét e kérdésben. Úgy gondolom, fontos axiomák mellett, ha átgondoljuk az egész tevékenységkört, akkor palérzott lesz a gondolkodásunk, és ezt írásba is fektetjük, jó törvényt fogunk alkotni, és úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy a mostani törvényhozó aktussal a legtökéletesebb katasztrófavédelmi törvényt fogjuk megalkotni, de egy törvény sosem jó és tökéletes, magáról ne is higgye senki, hogy tökéletes alkot. Az élet majd még ezt a törvényjavaslatot, ha elfogadtuk, igen módosítani fogja, amely teljesen természetes és normális dolog. Lesznek olyan kérdések, amelyekre most nem tudunk odafigyelni, épp ezért kérem a tisztelt ház minden tagját, hogy segítse a törvényhozó munkát, hisz közügyről, közérdekről van szó, mégpedig az ország biztonságáról, a katasztrófavédelemről, amelynek nagyon fontos eleme a megelőzés és a védekezés. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy szólhattam. Megköszönöm képviselő felszólalását, és egyben jeleznem kell sajnálatos módon, hogy az ön által név szerint is megszólított klasszikus vitatársa, Józsa István képviselő úr jelezte nekem, hogy más közérdekű elfoglalásak miatt távoznia kell.